Adattárolás változókban. Változók a programban. Eddigi programjaink egy szövegdoboz tartalmát másolták át egy címke objektumra. A továbbiakban azért ennél komolyabb feladatok megoldására is szükségünk lesz. A beolvasott adatokat feldolgozzuk, közben részeredményeket is kell tárolnunk, majd a végeredményt kell megjelenítenünk. Az adatok tárolásához változókat használunk. A változó elég szerencsétlen elnevezés, mert nem melléknév, hanem főnév. A változókat olyan fiókoknak képzelhetjük a memóriában, melyekbe adatokat teszünk, és amelyekből adatokat tudunk kiolvasni. A fiókokra címkéket ragasztunk, melyekre a változó nevét, azonosítóját írjuk. A változóknál rögzítenünk kell a típust is, mert ettől függ, hogy milyen kódolással kerülnek a memóriába. A változó tehát egy névvel azonosított, meghatározott típusú adatot tartalmazó tároló. A Visual Basic-ben a változó azonosítója betűket, számjegyeket és aláhúzás jeleket tartalmazhat. Legfeljebb 1023 karakterből állhat, de nem kell megijedni, ezt nem fogjuk kihasználni. A változó azonosítója betűvel kezdődjön, és nem egyezhet meg a nyelv egyik kulcsszavával sem. A Visual Basic a változó nevekben azonosnak tekinti a kisbetűket és a nagybetűket, így például a virág változó név nagybetűvel kezdve ugyanazt a változót jelenti, mintha kisbetűvel írtuk volna. Mint látjuk, ékezetes magánhangzók szerepeljenek is a változó nevekben, mert itt sokkal könnyebben olvasható, sokkal könnyebben értelmezhető forráskódot kapunk. Használjunk beszédes változó neveket, melyek utalnak a változó programban betöltött szerepére. Mivel szóközt nem használhatunk, helyette aláhúzás jelet alkalmazzunk, vagy a második szót írjuk nagybetűvel kezdve. Én ez utóbbi módszert fogom választani. Elemi adattípusok. A kódoláshoz meg kell adnunk a változók típusát. A leggyakoribb úgynevezett elemi adattípusok közé tartoznak a numerikus változók, melyek valamilyen számot tárolnak, például -45 vagy 6,28, vigyázat, a forráskódban tizedes pontot kell majd használnunk. Ide soroljuk a karakterváltozókat, melyek tartalma egyetlen karakter, például az R betű. A szöveges változók karakterek sorozatát tárolják, például egy mondatot. A logikai változók értéke pedig igaz, true, vagy hamis, false lehet. Az objektumoknál már több ilyen típusú tulajdonságot is láttunk. A továbbiakban a leggyakrabban numerikus és szöveges változókat fogunk alkalmazni. Numerikus változók. A numerikus változók számokat tárolnak. Az ábrázolható számtartomány és a tárolás pontossága alapján több típusukat különböztetjük meg. A programozási összefoglaló a 8. oldalon mutatja be néhány fontosabb típus jellemzőit. Az egész számok tárolására a leggyakrabban az egész integer típust fogjuk használni. Ez 4 byton tárol egy egész számot 2-es komplemens kódban. Anélkül, hogy ennek részleteiben elmerülnénk, megemlítjük, hogy körülbelül -2 milliárd és +2 milliárd között írhatunk számokat egy egész típusú változóba. Ha ennél nagyobb abszolút értékű számmal próbálkozunk, akkor a programunk hiba üzenettel leáll, úgynevezett túlcsordulás jön létre. Ekkor használjuk például a hosszú egész, a long típust, amely 8 byton már hihetetlenül nagy tartomány tárolására képes, -9 trilliótól +9 trillióig írhatunk számokat egy hosszú egész típusú változóba. A valós vagy lebegőpontos típusok már tört számok tárolására is alkalmazhatók. Egyszeres pontosság single típus esetén 7-8 értékes jegyre, dupla pontosság double típus esetén pedig 16-17 értékes jeggyel tudjuk tárolni a számokat.
az értékkészlet bizonyára túllép mindennapi igényeinken. Szöveges változók. A szöveges változók karaktersorozatokat tárolnak. Gyakran stringnek vagy karakterláznak nevezik ezt a típust. A szövegeket idézőjelek közé kell írni. Beszélhetünk üres stringről, melyet két idézőjel jelöl egymás mellett. Üres stringgel törölhetjük például egy címket, szöveg tulajdonságát. Az előzőekben már egy a szöveges változókra, stringekre vonatkozó művelettel is megismerkedtünk, az összefűzés műveletével. Összefűztük a karakterláncokat. Egyes programozási nyelvek, így a Visual Basic régebbi változata is, az et jel helyett a plusz jelet használják a stringek összefűzésének jelölésére. Ügyeljünk arra, hogy ne keverjük össze a numerikus változót az ugyanolyan számjegyeket tartalmazó stringgel. Míg a numerikus változók összeadása megfelel a matematikai műveletnek, a stringek összeadása, pontosabban összefűzése azt jelenti, hogy a karaktereket egymás után írjuk. A változók deklarálása. Felhasználásuk előtt a változók tulajdonságait, például azonosítójukat, típusukat meg kell adnunk a fordítóprogram számára. Ezt a lépést a változó deklarálásának nevezzük. A mondatszerű leírásokban a változó kulcsszóval jelezzük a deklarálást, amit a változó neve követ, majd a mint kulcsszó után megadjuk a típusát. A Visual Basic-ben a dim kulcsszó jelzi a deklarációt, ami egyébként az ide nem nagyon illő dimenziónak a rövidítése. A folytatás formailag megfelel a mondatszerű leírásnak, csak a mint kulcsszót az angol as szóval helyettesítjük. Egy deklaráción belül több azonos típusú változót is felsorolhatunk, egymástól vesszővel kell őket elválasztani. Indítsuk el a Visual Studio-t, és próbáljuk ki a változók deklarálását. Hozzunk létre egy új projektet változók néven. Adjunk hozzá egy címkét és egy parancsgombot az űrlaphoz. Majd kattintsunk duplán a parancsgombra. A Visual Basic-ben az eljáráson belül és az eljárásokon kívül, de még az osztály definíción belül is deklarálhatunk változókat. Egyelőre ez utóbbi módszert követjük. Az eljárásokon kívül deklarált változókat osztályszintű változóknak nevezzük, melyekre bármely eljárásból hivatkozhatunk. Egy diák adatainak a tárolásához szükségünk van a nevére, amely karaktersorozat, string. A változót a név szóval azonosítjuk. Figyeld meg, hogy az utasítást kisbetűvel gépeltem be, és amint lenyomom a szó közt, a Visual Basic átírja a kezdőbetűt nagyra, jelezve, hogy felismerte a kulcsszót. Folytatom a változó névvel, mint megegyeztünk, ezt nagybetűvel kezdem. Az ez kulcsszót ugyancsak kisbetűvel írom, a szó köz után átvált nagybetűre, és meg kell adni a típusát, string. Ezt is felismeri az automatikus kódkiegészítő, elegendő lenyomni a tabulátort. Következik a születési év, amely egész szám. Majd mondjuk a magassága 10 cm pontossággal mérve. Ezért ez utóbbit single típusú adatként tároljuk. A változó deklarációnak a hiánya hibát jelent a programban, már a kódszerkesztő jelzi, ha olyan változót használunk, amelyet nem deklaráltunk. Erre a későbbiekben fogunk példát látni.
A Visual Basic azonban nem követeli meg a típus megadását. Ha ezt kitörlöm, nem kapok hibaüzenetet. Ilyenkor egy általános, objektum típusúnak tekinti a változót. Ez sok hátránnyal jár, tehát lehetőleg ne feledkezzünk meg a típus megadásáról. Értékadása változóknak. A változóknak értékadó utasítással adunk értéket. Az értékadó utasítás legegyszerűbb formája a változó nevét, egy egyenlőségjelet és a változó értékét tartalmazza. Megfigyelted, hogy kisbetűvel írtam a változó azonosítóját, amit a Visual Basic átírt nagybetűre? Ezt nem teszi meg, ha nem ismeri fel a beírt változó nevet, például azért, mert elgépeltem. A gépelési hibák számát csökkentheted, ha aktívan használod az automatikus kódkiegészítés funkciót. Figyeld meg, hogy az általad deklarált változó neve is megjelenik a listában. Nos, az értékadó utasításból még hiányzik a diák neve. Ez string, tehát idézőjelek közé kell zárni. Figyeljük meg, hogyha nem deklarált változót használunk, vagy esetleg csak rosszul gépeltük be, akkor hibaüzenetet kapunk. A kódszerkesztő pirossal húzza alá a nem deklarált nevet. Némi angol tudással megértjük a hibaüzenetet is. Ezt most kitörlöm. A születési évnél is használom az automatikus kódkiegészítést. Elegendő begépelni az S betűt, és már is az egyenlőségjellel folytathatom a forráskód elkészítését. Következik végül a magassága, amely legyen mondjuk 167,5 cm. Emlékezz vissza arra, hogy a forráskódban tizedes pontot használunk. Ügyelj az értékadó utasítás jelentésére. Jobbról balra működik, tehát a jobb oldalon lévő érték kerül be az egyenlőségjel bal oldalán álló változóba. Kezdő programozók gyakran elkövetik azt a hibát, hogy fordítva írják fel. Az értékadó utasításnak ez a formája egy kissé félreérthető, mert a matematikában mást jelent. Ott azt fejezi ki, hogy két adat megegyezik egymással. A matematikában tehát valójában egy relációt jelent, amely lehet vagy igaz, vagy hamis. Ezért egyes programozási nyelvek, például a kettős pont egyenlőségjelet használják az értékadó utasításban, amit úgy olvasunk, hogy legyen egyenlő. Ez jobban kifejezi az értékadó utasítás lényegét, egy változónak adunk értéket. Más programozási nyelvek, például a C++, az értékadó utasításban meghagyják az egyenlőségjelet, az egyenlőség relációt jelölik másként, például dupla egyenlőségjellel. A Visual Basic a lusta programozó programozási nyelve, az értékadó utasításban és a relációnál is az egyenlőség jelet használjuk. Az értékadással kapcsolatban még megemlítem, hogy az első értékadást a változó inicializálásának szoktuk nevezni.